Péntek késő délután érkeztek városunkba a németországi Gender Kingenből a Eurocopter gyár vezető mérnökei. A németek a München melletti kisvárostól több mint 3 óra alatt érkeztek Börgöndre. Mint elmondták, az ottani reptér jóval csekélyebb adottságokkal rendelkezik területileg, nem sokkal fejlettebb, mint a börgöndi. A mi repterünk sokkal rövidebb, mint a börgöndi, de óriási előnye, hogy az aszfaltozott. Itt sokkal több repülős iskola és egyesület használja azt. Az Albatrosz Egyesület barátai 3 nap erejéig érkeztek városunkba. A nemzetközi látogatás célja az is volt, hogy az Albatrosz Egyesület bemutassa, ha kellő figyelmet kapna a börgöndi reptér problémája, lenne igény nemzetközi forgalom lebonyolítására is, ami Fehérvár nevét öregbíteni. Jelen pillanatban a repülőtér fejlesztéséről még tárgyalások folynak. Egy kis regionális repülőtér megépítése sürgető lenne Szilárdi Dezső szerint. Lenne igény arra, hogy Európából fogadjunk ideérkezőket, és ez Székesfehérvár szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Mi hamarabb egy olyan repülőtérnek kellene itt megépülni, ami valóban méltó környezetben fogadhatja az Európából érkezőket, hiszen azért, ha körülnézünk, itt egy elég lepusztult infrastruktúra van, mindenképpen ez lenne a legelső, amit meg kellene építeni. A németek a további együttműködést is boncolgatták a találkozó alkalmával. Mint mondták, az ideális az lenne, ha évente elutazna egymáshoz a két egyesület, és reményüket fejezték ki, hogy a következő látogatásuk alkalmával már aszfaltozott pályán szállhatnak le gépeikkel Börgöndön.